ott voltál a Videóton elleni második fordulóbeli mérkőzésünkön, akkor ugyan jól játszottunk, de sajnos vereséget szenvedtünk. Milyen tanulságokat vonhatunk le majd a mostani mérkőzésre abból a találkozóból? Igen, az egy balszerencsés mérkőzés volt a számunkra, hamar megszereztük a vezetést. Nem tudtuk ugye sokáig őrizni. Egy visszafújt szabadrugás, oldalszabadrugásból nem figyeltünk, és egyenlített a Videóton. Egy véleményes 11-es is volt a mérkőzésen, ezeket a hibákat ki kellene javítani, és akkor eredményesek lehetünk. Az az igazság, hogy azért ez a meccs már elég régen volt, és szerintem nem is szabad vele foglalkozni. Olyan gólokat kaptunk, amik szerintem elkerülhetőek voltak, akkor nem megszereztük a vezetést, de még egyszer mondom, szerintem ezzel a mérkőzéssel már nem kell törődni, azzal kell törődni, hogy a hétvégi mérkőzést megpróbáljuk megnyerni, és szerintem ez a csapat mindent meg fog tenni. Véleményed szerint miben léptünk előre a második fordulóbeli meccshez képest? Azért még a bajnokságnak nagyon korai szakasza volt az a második mérkőzés. Azóta sok új játékos érkezett, időnk is volt összecsiszolódni, csapattá érni. Hogyha azt mondom, hogy ez az első szint volt, akkor most körülbelül a negyedik, ötödik szinten vagyunk. Nagyon hosszú út áll még előttünk, azért nem vagyunk olyan régóta együtt, de azért sokat formálódott a csapat pozitív irányba. Ezért is azért nagyobb esélyekkel várhatjuk a találkozót. Ha ott szeretnénk végezni az elején, akkor ezekből a meccsekből minél több pontot szeretnénk szerezni, és minél több pontot kell szerezni, és erre fogunk törekedni a hétvégén is. Mi vezethet célra a Videóton ellen? Mindenképpen az alázat, a kemény munka, hogy 90 percig, 95 percig 100%-osan koncentrálunk a feladatunkra, amit kér tőlünk a mester, és nem kell nekünk sietnünk, kell csinálnunk a dolgunkat, és a végén is meg lehet nyerni a mérkőzést. Még egyszer mondom, ehhez tényleg nagyon kemény munka és alázat szükséges majd szombatra. Ugyanilyen stabil védekezés szerintem, ami a Fradi ellen is az erősségünk volt, mert azért úgy érzem, hogy a gólon kívül talán egy nagyobb helyzete volt a Ferencvárosnak, többre nem is nagyon emlékszem, és abból szeretnénk minél gyorsabb támadásokat és minél jobb befejezéseket végrehajtani majd a kapu előtt.